Sziasztok, Star Wars rajongók! Üdv ismét mindenkinek itt, az Akadémián. Végre elérkezett az idő, és a klónok háborúja visszatért a hanvaiból a hetedik és egyben utolsó évad első részével, melynek a címe a Bad Batch. Akit csak annyi érdekelne, hogy tetszett nekem, és jó volt-e, azoknak a válaszom egy nagy igen. Azonban a történet ennél sokkal érdekesebb, ugyanis egy olyan történetet nézhettünk végig az első epizódban, amely már jó pár éve elérhető és ismert az arra kíváncsiak számára. Ugye itt a Clone Wars hagyatékáról és a stúdióból kiengedett félkész epizódokról beszélek. Természetesen ugyan javarészt azok a részek lettek befejezve, de ettől függetlenül bőven vannak benne új dolgok és módosítások is. Összességében öröm volt nézni az első részt, és élveztem, hogy kaptunk egy igazi, hamisítatlan klónok háborúja epizódot, és végre elérkeztünk a folytatáshoz, ami egyben a befejezés is lesz. Na de ennyit a személyes érzelmeimről, és nézzük is akkor, hogy mi volt ebben az epizódban, és mi az, amire érdemes figyelmet szentelni. Az epizód a magvilágok Ezur szektorában található Ezur rendszerbe kalauzol el minket, egy Anaxis nevű planétára, ahol a szeparatisták és a köztársaság vív kegyetlen harcot már egy ideje földön és levegőben egyaránt. Ebben a harcban pedig a köztársaság bizony vesztésre áll a droidok egy elemző algoritmusa miatt. A helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb, és Rex századosnak is van egy elgondolása, hogy miért is áll rosszul a helyzetük. Ugye ebből következik az alapfelállás is. Rex Kodi előjárásával a Jedi tábornokok elé járul és közli, hogy szerinte a szeparatisták valahogy hozzájutottak a harci terveihez, és ezért képesek olyan hatékonyan visszavágni és hárítani minden támadást. Az első jelentősebb különbség pedig itt van, jelen, a félkész és az új részek közt. A régi félkész verzióban Rex úgy sejtette, ha jól emlékszem, hogy Echo-nál volt valamiféle információ, amikor meghalt, és erre tették rá a kezüket a droidok. Most azonban ezt az infót megtartja magának, és Kodival egyszerre emlékeznek vissza az elvesztettekre, köztük ugye Echo-ra is. Rex sejti, hogy a testvére, tehát hogy Echo életben lehet, de Kodi parancsnok és a józanész hatására ez a gondolat egyenlőre nem gyökerezik tovább. Külön érdekes volt ebben a jelenetben azt látni, hogy Rex mintha bizalmát vesztette volna Anakinnal szemben. Nem tudom, hogy direkt, de én úgy éreztem, hogy talán a Fives és Ahsoka körüli események okán lehetséges ez. Úgy kezelte, mint egy tábornokot. Nem mint egy barátot, ugye. Igaz, ez betudható ugye Windu mester és Kodi parancsnok jelenlétének is. Ti is úgy láttátok, mint én, vagy csak belegondoltam a helyzetbe mást is, majd írjátok le. Na de, sztorinál maradva. Kodi és Rex engedélyt kérnek egy közös küldetésre, melynek keretében egy az Anaxison található szeparatista kiberközpontba szivárognának be, és szereznének információt az algoritmusról, ami miatt a helyzetük olyan, amilyen. Az engedélyt megkapják, ekkor pedig Kodi egy különleges egységet rendel csatasorba, melynek a neve Clone Force 99, vagyis ugye Clone Force 99 vagy 99-es klónhaderő. Nagyjából ahogy ők hívják magukat, a Bad Batch, ami nagyjából rossz osztagot jelent. Sokan ismerhetitek már őket, de azért pár szóban összefoglalnám. Hunter, vagyis a vadász, a csapat irányítója. Rendkívül kifinomult érzékekkel rendelkezik, és minden téren kiemelkedő a teljesítménye. Crosshair, vagyis célkereszt, a mesterlövészük, és a figyelemről és fókuszálásról van szó, akkor ő a legjobb. Állítólag képes 10 kilométerről is leszedni az ellenséget vadász elmondása szerint. Wrecker, vagyis romboló, nem más, mint egy igazi izomkolosszus. Rettenetes emberfeletti ereje van, bár cserébe nem ő a legélesebb kés a fiókban. Tech, vagyis Saki, na ő viszont penge. Az agya, mint egy szivacs, ha információkról van szó. Ezeket képes megosztani a többiekkel, így segítve a csapat egészét. Alapjáraton ők négyen a Bad Batch. Tulajdonképpen mind a négyen selejtes klónok, akik olyan mutációkat szenvedtek el a klónozás folyamata alatt, ami hasznossá tette őket. Sőt, néhány esetben különlegessé is. Legalábbis ők magukat garantáltan annak gondolják, hiszen az alapklónokra is csak úgy hivatkoznak, hogy Rags, vagyis sima klónok. A csapat neve egyébként, tehát a Clone Force 99, eredete nem más, mint a legendás háborús hős 9-ke, vagyis 99-es klón tisztelete, melyre Rex meg is jegyzi, hogy szép. 9-ke ugye a Kamino védelme alatt esett el a szeparatisták ellen, és egy igazi aranyszívű torztestbe zárt hős volt. Akárhogy is, ugyanolyan Jango Fett klónok voltak ők is, mint Rex, Kix, Jesse, Cody és a többiek, azonban mégis kicsit mások. Ennek okán pedig bizony az epizód alatt több konfliktus is kialakult közöttük. Némelyiknél mondjuk magam sem értettem egészen, hogy egy haderő részeként az ilyen viselkedés hol lehet megengedett egy küldetés alatt.
Úgy értem, önfejűség, tiszteletlenség és fegyelmezetlenség volt jellemző a sima klónok és a Bad Batch néhány tagjának oldaláról is. Mármint persze ez egy kitalált dolog, de akkor is egy sereg. Egy küldetés, amit végre kell hajtani, és nem azt nézni, hogy mennyire szimpatikus számomra a mellettem ülő katona, aki lehet, hogy az életemet menti majd meg, vagy fordítva. Viszont Cody teljes egészében megbízott a rossz osztagban, és ezért is hívta őket erre a küldetésre. Viszont sajnálatos módon a küldetés korai szakaszában Cody megsérült, és így Kix-el kikerültek a csapatból és evakuálva lettek. Azonban itt belemennék kicsit a dolgokba, volt, ami nem tetszett egyáltalán. Tehát, az animáció gyönyörű, sima és szinte él az egész. Ez mondjuk igaz az egész epizódra, a gyönyörű munka. A Xenexis egy nagyon fantáziadús világ, és epekedek érte, hogy többet megtudjak a kristálylombú fákról és a megüvegesedett talajról, stb. Hőseink egy elalatész állítóval közelítették meg a célpontjukat, amikor is pár droid kiszúrta őket, és nekem speciál nagyon tetszett a pókdroidok légvédelmi lövekként való alkalmazása. Hirtelen nem is tudom, láthattunk-e már korábban ilyet valahol, vagy hasonló módon használva ezeket az egységeket. Akárhogy is, a klónok szállítóját lelövik, és lezuhannak. És itt jön a nekem nem tetsző rész. Én értem, hogy ők a főszereplői az epizódnak, és ők a fontosak. De a pilóta, aki vezette a gépet, vagy pilóták, vele vagy velük, most ezt hagyjuk is, velük mi van? Senki a csapatból rá sem nézett, hogy túlélte-e szegény a zuhanást. Romboló odébb lökte a szállító roncsait a parancsnokról, kiszedte alóla és elsétált vele, majd egy vigyorgós BUM pillanatban felrobbantak a roncsok a háttérben. Benne a klónpilótával, aki lehet még élt. Ha a fülkét lőtték volna ki, és nem látom a robbanás előtt kettő képkockával az ülésbe rögzített klónt, akkor el is engedem a témát, de így valahogy nekem olyan meh. Vagy írjátok le, hogy ti hogyan látjátok ezt a kérdést. Szóval, Cody lesérült és Kix-el evakuálva lettek. Eközben láthattuk a 99-es klónhaderőt akcióban, ahogy egy egységnyi droiddal elbántak négyen. Különleges taktikáik vannak és jól összeszokott a csapat, a mutációik pedig csak segítették őket azzá válni, amik lettek. Az a Xenexis. Nem most járunk itt elsőnek a Star Wars animációs sorozatokat tekintve. Annó a Rebels, vagyis a lázadók egyik részében is eljutottunk ide. Akkor Ezra és Kenan egy csapat firnokkal került szembe egy elhagyatott régi bázison. Most pedig, ahogy a klónok a tábortűz körül tervezték a következő lépésüket, a háttérben láthattuk ezeket a szilícium alapú életformákat bóklászni. Teljesen kellemes meglepetés volt számomra látni, hogy a firnokok itt is bekerültek, és egy kellemes kis visszaemlékezésem volt miattuk a Rebelsre. Innentől a csapat Rex és a vadász vezetésével együttesen küzdve átharcolták magukat az ellenséges erőkön, és elsőnek egy előörsöt, majd pedig a kiberközpontot foglalták el. Utóbbi azonban nem tartott sokáig. Menet közben az Xenexis-i szeparatista erők már elkezdték elemezni a taktikai droidok segítségével a klónok taktikáját, és mivel ez szokatlan volt, ezért a Trench admirálissal léptek kapcsolatba. A félig gépként élő és egyszer már legyőzött Harsh fajba tartozó Trench egy igazi különlegesség. Mivel a klónok viselkedése szokatlan volt, így az első kérdés az volt, hogy volt-e velük Jedi. Gondolom, mivel az ő viselkedési szokásaikat képtelenek előre lemodellezni vagy elemezni. Akárhogy is, a taktikai droidot ezúttal egy egész szakasz kíséri, és az előőrstől ők is a központ felé vették az irányt. A klónok néhány elkötött szeparatista siklóval gyorsan hátba támadják azt a maréknyi droidot, akik ezt a rendkívül fontos létesítményt őrzik. Igen, így van. Kb. 30 darab B1-es droid őrzi ezt a stratégiailag fontos kiberközpontot, ahonnan a köztársaságiak bármilyen adatot letölthetnek amúgy. Hát, rendben van, engedjük el. Itt Saki éppen feltöri a biztonsági rendszert a számítógépen, amit a Bad Batch bejutott a létesítménybe. A többiek pedig a sima klónoknak segítenek odakint, amikor megérkezik a taktikai droid és bevetésre kerül egy komolyabb droid haderő. A B2-es szuperharci droidok már keményebb diónak mutatkoznak, és hamar visszaszorítják a klónokat. Saki egy jelet fog a Skako Minorról, amely nem olyan, mint a szokásos droid kommunikáció, inkább emberinek hat. Amikor Rex megkérdezi, hogy ki a jelforrása, akkor a következő kezd ismétlődni GPS hangon. CT-1409. Aki nem tudná, ez nem más, mint Echo azonosító jele, aki ugye az eddig ismert információk alapján a szereplők szemszögéből nézve már halott volt. Tehát beigazolódott Rex sejtése, a mintáknak, amit a droidok viselkedése mutat, és az, hogy minden taktikájukat ismerik a szeparatisták, végül tényleg oda vezetett, hogy Echo életben van. Tudniillik, a Rex által használt taktikák nagy részét egyébként Echo-val együtt dolgozták ki, még a régi szép időkben. Ugye ezt Rex-el is mondja, amikor Cody-val beszélget a sátorban a küldetés előtt.
Végül Célkereszt szerez egy járművet, és a klónok visszaszorulnak és menekülőre kényszerülnek. Ekkor az eredményeket tudatva a taktikai droid kapcsolatba lép Trench admirálissal, aki meglepődve konstatálja, hogy nem töltöttek le semmilyen adatot a központi rendszerről. Kérdem én, miért nem? Ha már ott voltak, nem volt semmi hasznos info pluszban ott a számukra. Mármint egy háborúban minden info életek százait mentheti meg. Ők meg, na jó, minket ez nem érdekel, menjünk innen. Kérdem én, hogy mi van? Viszont a Harsh Admirál is nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy a kiberközpontból a klónok kapcsolatba léptek a Skako Minorral. Feltételezhetően az ő kísérlete volt Echo megtörése és az információk kinyerése a harctéri eredmények javítása érdekében. Na köztársaság, így kell használni az adakozó lehetőséget, és nem pedig otthagyni. Viszont ennyi lett volna az epizód és a kibeszélője is. A rész kőkemény akcióorientált volt. Számomra pár dolog szúrta a szemem, ezeket ki is fejtettem. De egyik sem olyan dolog, ami miatt negatívan illetném a sorozat befejező évadának első részét. Sőt, mi több, örömmel várom a Bad Batch sztorinak a további három részét, és majd az utána következőket is. Ugye az évad elviekben 12 részes lesz, és ebből 4 epizód a Bad Batch-re, Echo stb. Fókuszál, másik 4 rész Ahsoka kívülálló életére, és az utolsó 4 rész pedig a Mandalore ostroma, és végül talán a 66-os parancs körül fog majd forogni. Ti mit gondoltok? Nektek tetszett a kezdés? Melyik részét várjátok a legjobban a 3x4 epizódból? Ragadjatok billentyűt és irány a komment szekció. Akik szeretnék megnézni, mert még nem látták, azoknak van egy rossz hírem. Idehaza legálisan ez jelenleg nem lehetséges, mivel nincs Disney Plus itthon. Jelenleg csak alternatív forrásokból szerezhető be, melyek egyike sem legális. Ilyenek a sorozatokat feltöltő videó megosztók és a torrent oldalak. Akárhogy is, a fentebb említettek nyomán egyértelmű lehet, de jelenleg magyar szinkron sincs. Azt sajnos nem tudni jelenleg, hogy egyszer, ha lesz idehaza Disney Plus, akkor a sorozatot elérhető lesz-e már magyar szinkronnal, avagy sem. Ami most tuti, hogy van felirat azoknak, akiknek ugye gyengébb lenne az angolja esetleg. Nos, köszönöm a figyelmeteket, és ezer hálám minden Patreon támogatómnak a kitartásért, valamint mindenki másnak a kommentjeitek és a lájkok miatt. Ne feledjétek, hogy igyekszem hamarosan újabb videót készíteni és folytatni a projekteimet, ahogy az idő engedi. Amit most biztosan ígérhetek, az a 7. évad epizódjainak az ilyen formátumú kibeszélése. Akárhogy is, a következő alkalomig most is, mint mindig, az erő legyen veletek, sziasztok!